Üdvözöllek benneteket, kedves gyerekek! Mi már a héten találkoztunk, és egy újabb, másodikos matek óránk lesz. A mai órán azt fogjuk gyakorolni, amit már hétfőn és kedden is gyakoroltunk. Először is ismételjük át, hogy ha két matematikai művelet van egy feladatban, akkor melyik lesz az, amit először fogunk megoldani. Ha van benne zárójel is, akkor először mindig azt a feladatot csináljuk, amely a zárójelbe van. Hogyha egy versenyen képzelnénk el magunkat, akkor ugye a zárójel kerülne a dobogó legfelső fokára. Ezután mindig szorzunk, és utána pedig jön az összeadás és vagy a kivonás. Nézzük. Számoljunk ügyesen. Vegyétek elő a füzetet, és írjátok át a feladatot. Először egy nagyon egyszerű feladatot hoztam nektek. 1 plusz 3 szorozva 2-vel. Gondoljátok végig, hogy ebben az esetben melyik matematikai műveletet fogjuk először megcsinálni. Igen, azt, amelyik a zárójelben van. Tehát 1 plusz 3 az 4, szorozva 2-vel az 8. Ügyesen dolgoztatok. Remélem, mindenkinek volt elég ideje leírni és kiszámítani. Nézzük a következő feladatot. 2 szorozva 5 plusz 4-jel. Ebben az esetben annyit segítek, hogy hasonló, mint az előző feladat. Itt is van zárójel. Remélem, sikerült átírnotok, és mivel ilyen nagyon egyszerű számokat raktam a feladatba, már ki is számoltátok. Nézzük, hogy néz ki a megoldás. Tehát, ami a zárójel előtt volt, azt átírtuk kettőször. Az 5 plusz 4 az 9, és kettőször 9 az 18. Következő feladat egy kicsit nehezebb lesz. Itt nincs zárójel. Emlékezzetek vissza az óra elején mutatott képemre. Az összeadást vagy a szorzást kell először megoldani. Igen, a szorzást kell először megoldani. Nézzük, hogyan fog kinézni ennek a feladatnak a megoldása. Tehát 20 plusz, az 5x8-at kiszámoljuk, azt tudjuk, hogy 5x8 az 40, és 20 plusz 40 az egyenlő 60. Ügyesek voltatok. Nézzük a következő feladatot. 6 szor 7 plusz 23. Ez a feladat hasonló, mint az előző, csak itt a szorzás van előbb.
Oldjátok meg ügyesen a feladatot. Remélem, mindenki elkészült. 6x7 az 42. Plusz 23. 42 plusz 23 az 65. Ha sikerült minden feladatot megoldanotok, nagyon ügyesen dolgoztatok. Nézzük a következő feladatot. 7 szer 41 mínusz 32. Gondoljátok végig a feladatot, itt van zárójel. Melyik matematikai műveletet fogjuk először megoldani? Igen, először a zárójelben levő kivonást számoljuk ki, és utána ugye beszorozzuk 7-tel. Tehát így fog kinézni a helyes megoldás. 7 szer 9 az 63. Remélem, mindenkinek sikerült leírni. Következő feladatunk 89 mínusz 7 szer 5. Itt nincs zárójel, de ügyeljünk a sorrendre. Mit kell először kiszámolnunk? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Tehát 89 mínusz 7 x 5 az 35, és 89 mínusz 35 az 54. Következő feladatunk nagyon hasonlít az előzőhöz. Remélem, ezzel senkinek nem lesz gondja. A helyes megoldás 59 mínusz 26, az egyenlő 33. Nagyon ügyesen dolgoztatok. És hoztam még egy ilyen feladatot nektek, ami nagyban hasonlít, sokban hasonlít az előzőhöz. Itt, ami kis gondot okozhat, ugye a 17 szer 4. Emlékezzetek vissza, hogyan szoroztuk össze. Először a tízeseket szoroztuk be, utána az egyeseket, és akkor a végén összeadtuk. Nézzük a helyes megoldást. Ugye a 100, azt átírtuk, 100 mínusz, 17 szer 4, az 68, és 100 mínusz 68, az 32. Nagyon ügyesen dolgoztatok. A következőkben szöveges feladatokat hoztam nektek. A szöveget ne írjátok át a füzetbe, mert az nagyon sokáig tartana, csak a megoldásokat írjuk. Árpi 5 napja olvas egy 90 oldalas könyvet. Naponta 10 oldalt olvasott el. Hány oldalt kell még elolvasnia? Szerintetek, hogyan kell fölírnunk ennek a feladatnak a megoldását? Ha 5 napja olvas, és minden nap 10 oldalt olvasott el, a könyv pedig 90 oldalas. Hány oldalt kell még olvasnia Árpinak?
Nagyon ügyesen fölírtátok. 90 mínusz 5 szorozva 10-zel. Nem maradt más hátra, mint hogy kiszámoljuk. A helyes megoldás 90 mínusz 50, az egyenlő 40. Akkor mi lesz a a válasz a kérdésre? Hány oldalt kell még elolvasnia Árpinak? Árpinak még 40 oldalt kell elolvasnia. Remélem, mindenkinek sikerült befejeznie a feladatot. Nézzük a következő feladatot. Lali 9 ceruzát vett egyenként 8 dinárért. 18 dinárja maradt. Mennyi pénze volt Lalinak? Gondolkozzatok ügyesen. 9 ceruzát vett. Mindegyik ceruza 8 dinárba került. 18 dinárja maradt még. Nézzük, hogyan tudjuk ezt felírni. 9 x 8 plusz 18. Számoljatok ügyesen. Kilencszer 8, az 72, plusz 18, az 90. Tehát Lalinak 90 dinárja volt. Ügyesen dolgoztatok. Következő feladatunk. Nati a 6-os szám 5-szörösét 16-tal növelte. Melyik számot kapta Nati? A megoldása kicsit hasonlít az előző feladathoz. Hogyan tudjuk felírni, hogyha Nati 6-os szám 5-szörösét növelte 16-tal? Hatszor 5 plusz 16. Remélem, mindannyian így írtátok föl. Most pedig számoljátok ki ügyesen. Hatszor 5 az 30 plusz 16 az 46. Tehát a válasz, Nati a 46-ot kapta. Következő feladatunk Piroskáról szól, akinek paradicsompalántát kellett elültetnie, mégpedig 62-t. Eddig 7 sort ültetett el, soronként 8 palántával. Hány palántát kell még Piroskának elültetni? Szerintem ez a feladat se nehéz, ti ügyesek vagytok, és meg tudjátok oldani. Ha azt írtátok, hogy 62 mínusz 7 szer 8, akkor nagyon ügyesen dolgoztatok. Most pedig számoljuk ki. Ügyeljünk, hogy először a kivonást vagy a szorzást kell elvégeznünk. A helyes megoldás 62 mínusz 56 az 6. Tehát Piroskának még 6 palántát kell elültetnie. Remélem, sikerült mindannyiótoknak leírni. És még egy feladatunk van. Dórinak 57 fényképe van.
egy album 12 oldalára ragasztotta be őket. Minden oldalra 4 kép fér el. Hány fénykép még nincs beragasztva az albumba? Tehát, ha 57 fényképe van Dórinak, 12 oldalt megtöltött az albumba, minden oldalra 4 képet tud ragasztani. Hány kép nem került még be az albumba? Ügyesen dolgoztatok, ha azt írtátok, hogy 57 mínusz 12 szorozva 4-jel. Számoljátok ki ügyesen. Nézzük, ugye, mivel először a szorzás műveletét kell, hogy elvégezzük, ezért az 57-et átírtuk. 57 mínusz 12-ször 4, az 48. 57 mínusz 48, az 9. Tehát 9 kép nincs még beragasztva az albumba. Nagyon ügyesen dolgoztatok, és szorgalmasan. Remélem, így folytatjátok a jövőben is. Köszönöm a figyelmet, mára elbúcsúzunk.